hazai küzdősportkát belőtt és a Super Fight Series követőinek nem kell bemutatkoznom. Nagyon-nagyon komoly harcossá vált Perecki Dominik. Több mint 13 éve foglalkozok küzdősportokkal, 50 mérkőzésem volt, és ebből 44-et megnyertem. Nagyon kemény küzdelembe készülök, körülbelül teszem magam 100%-ig. Kócs csapatán karosszéri győzelemmel mutatkozott a Super Fight Series Hungary Showzonban. Nagyon örülök annak, hogy bizalmat szavaztok nekem a Super Fight Series-en, és szeretném is azt megmutatni, hogy méltó vagyok arra, hogy ezen részt vegyek. Nem szoktam a mérkőzés előtt versenni, mivel a felkészülés alatt mindent megteszek, ami tőlem telhető, így állok hozzá a Super Fight Series 15-hez is. Mindent megtettem, így győzelemért megyünk. Az eddig felépített munkát, azt ezzel koronáznánk meg, hogy bajnoki címet azt elhoznám. Immáron 7. alkalommal fog ringbe lépni a Super Fight Series gáláján. Köszöntelek itt a műsorban, Horváth Dominik. Köszönöm, hogy itt lehetek. Nálad is kezdjük az elejéről. Hogy jött számodra a küzdősport maga? Én általános iskolába kezdtem el karatézni. Édesapám vitt le az első edzésemre, pontosan azért, mert megvertek iskolába, mint szerintem a legtöbb fiatalt. Megvertek, és szerette volna, hogy megvédjem magam, meg önbizalom hiányos voltam. Így karatéval kezdtem Horpácsi György vezetésével. Úgy kezdődött, hogy hobbi szinten heti 2 edzéssel, de utána elkezdett növekedni, és a végén már heti 5-ször edzettem, hétfőtől péntekig. Utána elkezdődött az, hogy elkezdtem versenyezni, amit nem gondoltunk volna. És ott is szépen elkezdtek jönni az eredmények. Az első másfél évben dobogóra se tudtam állni sajnos, de nem adtam fel. Így a kitartásom szerintem az nagyon jó. És utána elkezdtek jönni az eredmények. Ezek közé sorolható magyar bajnoki cím, diák olimpiai bajnok, holland bajnok. Ezután pedig úgy éreztem, hogy számomra kéne még egy picit több, nekem ez kevés, és elmentünk egy HFC gálára, itthon Magyarországon, és Furkó Lászlónak nagyon tetszett a bunyója, és megkerestünk egy MMA termet, Rátóczi Krisztián vezetésével, és megkérdeztük, hogy 14 évesen csatlakozhatok-e hozzájuk a felnőtt csapatba, és azt mondta, hogy várnak engem szívesen. Elkezdtem ott is edzeni, ezáltal a karate heti 3 lett, a MMA edzés pedig heti 2. De nekem valahogy nem jött be a földharc, és rámentünk inkább a KS szabályrendszerre az edzőmmel, ugye Rátóczi Krisztiánnal. Nagyon jó folyt itt is a munka, de sajnos neki külföldre kellett költözni egyéb problémák miatt. Átkerültem Szabó Lászlóhoz, ott is szépen jöttek az eredmények, kijutottam 2018-ban Tájföldre a világbajnokságra, IFMA világbajnokságra, ott egy 5. helyet tudtam elérni, és vele pedig meg tudtuk nyerni 17 évesen a felnőtt Muay Thai bajnokságot, magyar bajnokságot. Aztán ott is volt egy kis probléma, ezáltal átértem a Perfect Fight Clubhoz, Nagy Balázs vezetésével, azóta itt vagyok 3 éve. Itt is jöttek az eredmények, ugyanazt a munkát folytattuk, amit eddig, inkább a profi irány felé indultunk el, de sajnos az én életem egy picit megváltozott, így másfél évet ki kellett hagynom, és most januárban visszatértem. Ez már egy nagyon szép önéletre az, hogyha már csak ezeket a sikereket elmondtad, ugye? Melyik a kedvenced, vagy melyik az, ami a legközelebb áll a szívedhez? A diák olimpiai bajnok karatéból 2016-ban sikerült megnyernem, ott 4 mérkőzést vívtam meg, én voltam a legkisebb súlyban, mínusz 70 kilogramban, én 62 kilóval mértem be aznap, és utána alattam volt mínusz 60, de ott még annyira nem volt meg, hogy fogyasszak, inkább csak ráálltam a mérlegre, és 62 kilóval mértem be a mínusz 70-es kategóriába, magasságban is a legkisebb voltam, és ezért áll közel nagyon a szívemhez, mert én voltam a leggyengébb, de a végén én voltam a legmagasabban. Hát ez is egy nagyon nagy siker akkor, és ez áll a legközelebb hozzá, de mégis akkor ez lesz ugye most már a Super Fight Series 7. alkalom. Szóval mondhatni tényleg most már ilyen felépítetted a karriered, rutinos rókának számítasz.
De a Superfightról mik a emlékeid? Mi az első alkalom, amikor ringbe léptél ott? A Magyarország Kína volt nekem az első alkalom. Egy magyar ellenfél ellen, Balázsi Olivérnek hívták. Egy nagyon jó kis bunyó lett, egy jó kis parázs bunyó lett. Végén egyhangú pontozással tudtam győzni. A Superfight számomra sokat jelent, mert ugye elég sokat bunyóztam benne. Itt szenvedtem el sajnos az első kiütésemet is, de hát nincsen semmi gond, megyünk tovább. Mennyire nehéz felállni egy ilyenből? Lelkileg nehéz, főleg aznap. De utána másnap már jó volt, mentem is le édesanyámékhoz, és már azzal poénkodtam, hogy hamarabb küldtek el aludni, mint kellett volna. Szóval lelkileg megvisel, de utána hétfőn már visszaálltunk edzeni, szóval nagy probléma nem volt. És utána semmi megingás nem volt, amikor legközelebb újra ringbe léptél? De. Nem volt benned olyan? De, kellett is sportpszichológussal dolgozni együtt, mert bennem volt az a félelem, hogy engem kiütöttek előtte. Ez a legrosszabb emléked így a Superfight Series gálákkal kapcsolatban? Szerintem ennél rosszabb élmény embert nem érhet, hogy kiütik a második menetbe. És melyik a legszebb? Legszebb nincsen, mert mindegyikhez fűződik valami szép, mindegyik gálánál van valami szép számomra. Nincs így legszebb. Akkor mondjuk azt, hogy a következő győzelmet. Igen, ez biztosan. Ugye legutóbb egy héttel a gála előtt megsérültél sajnos. Mesélj erről egy kicsit, mi történt ott? Nagyon jól állt a felkészülésem. Súlyban voltam már, tényleg nagyon jól éreztem magam. Sajnos egy héttel ugye megsérültem a sparring héten. Berecki Dominikkal bunyóztam, és kihúzta a lábamat, és egy rosszul sikerült esésnél a könyököm tovább ugrott, így részleges szalagszakadásom volt. Dominik azért, nem tudom, így most a fejemben úgy van, hogy ő nagyobb darab, nem? Szóval, hogy mégis vele sparingoltál? Igen, vele sparingoltam, mivel a Perfect Fight Clubban nagyon sok kiemelkedő versenyző van, de ők általában nálam nagyobb súlyok, minimum 5-6-7 kilóval, de inkább nagyobbban bunyózok, mint kisebben. Akkor ez rendszeres nálatok, hogy bárkivel összeálltok? Igen, teljesen rendszeres. Jól ment a felépülés ezután? Szóval minden rendben zajlott? Nagy Balázs megteremtette nekem azt a hátteret, ugye a Perfect Fight Club edzője, hogy teljesen fel tudjak épülni, egy nagyon jó kis orvosi csapat állt mögém, hogy a karomat fel tudják építeni. Ugye nyilván mi is elmentünk sürgésségére, és ott azt mondták, hogy 2-3 hónapig most gipszben kéne lennie, de annyira jól sikerült a felépülés, hogy 2-3 hét után már vissza tudtam térni edzeni. Nyilván a jobb karomat nem erőltettem vele, de már vissza tudtam menni, egyébként még gipszbe kellett volna lenni. Nincs benned olyankor félelem, hogy újra rásérül? De, a legelején volt, amikor visszamentem edzeni, de most már teljesen elmúlt ez, mivel erősítettük. Ugye ismét egy magyar ellenféllel fogsz bunyózni, ugye Sebestyén Csele lesz az. Mit tudsz róla? Csele egy rutinos srác, nagyon sokat bunyózik mostanában, ezt megnéztük. Rengeteg videó található fent róla az interneten. Ő egy nagyon jó kis hajtós srác, van vére a bunyóhoz, erős, mentálisan se gyenge. Szerintem nagyon jó kis bunyó várható belőle, mivel a stílusunk azonos, és így nagyon jó kis parázs csata lesz. Ahogy mondod is, a stílusotok hasonló, ezt ugye hallottam már én is, akkor mi lehet a különbség kettőtök között? Az, hogy én mentálisan erősebb leszek, mindenképpen, mert én ilyen partnerekkel tudok edzeni. Mások ezért inkább elmennek a sparring partira, és ott tudnak ilyen minőségi emberekkel készülni, mint mondjuk Berecki Dominik, Forgó Zalány, Percényi Botond, Krasznai Kende. Másoknak el kell menni egy másik klubba azért, hogy tudjanak együtt edzeni ilyenfajta emberekkel. Én lemegyek minden nap edzeni, és ott vannak. Nézel el az ellenfeledről a felvételeket? Készülsz így? Persze, kielemezzük teljesen. Én meg szoktam nézni az edzőm is, és utána pedig együtt leülünk, és megnézzük, hogy mi a hibái pontosan. Hogyan készülsz a gálára? Mi vár még rád ebben az elkövetkezendő pár napban? Ugye 3 hét van hátra. Ez a hét már inkább pihenősebb hét, mert eddig már megcsináltuk mi a kemény munkát. Jövő héten lesz még egy nagyobb hajtásunk, a sparring hét, és utána pedig élesíteni fogunk. Az elvégzendő munkát már elvégeztük, ezáltal már csak a sparring hét az, ami picit keményebb lesz számunkra. Hogy néz ki az utolsó hét, amikor a gála van? Utána, utolsó héten már csak napi egyet edzünk, az is inkább csak pauzunk, vagy ugrálókötelezünk, súlyozásra koncentrálunk.
5 métert szoktunk ilyenkor pauzni, hogy minél gyorsabban és élesebben tudjunk majd szombaton odaállni. Hogyan kell elképzelni a te pályafutásodat? Hiszen te is úgy vagy, hogy kipróbálod magad több sportágban is. Hány meccsed van egy évben? Nehéz ezt megmondani. Karatéban rengeteg meccsem volt. Minden hétvégén vittek, vagy vitt édesapám versenyekre. Ott meddig 3-4 meccsem volt. De egy Muay Thai-ba, KH-be picit lecsökkent. Így örülök, ha havi egyszerűen be tudok lépni, mivel nincs annyi verseny itthon, vagy ha esetleg van annyi verseny, akkor nem vállalnak rajta. És ez mennyiben befolyásol téged? Ugye havi egyszer oda kell tenned magad, akkor igazából nincs is szüneted? Nincs. Egy hét pihi szokott lenni egy nagyobb gála után, de inkább próbálok minél hamarabb visszatérni. Ugye, ha jól tudom, a gála után egy hétre már utazol is Ausztriába. Mit kell erről tudni? Ugye a Superfly Series-en, amikor bunyózni fogok Csele ellen, azután én egy héttel el fogok utazni a Vendetta gála sorozatra. Csele ellen 70 kg-ban bunyózok, a Vendettán pedig majd 65 kg-ban fog bunyózni. Ugyanúgy KS szabályrendszerben, viszont annyi fűszer van benne, hogy kiskesztyűben, ugye MMA kiskesztyűben fogok a ellenfelemmel megmérkőzni. Jó kis gála lesz ez is, rengeteg mérkőzés, nagyon jó kis ellenfelet kaptam, erős, néztünk már róla videókat, találtunk róla is, több gálának a bajnoka, több versenysorozatnak a bajnoka, és ő is otthon osztrák bajnok. Mennyire nehéz átállnod a súlyban? Ugye mondtad, hogy 5 kg különbség van a kettő között. Nem lesz nehéz, mivel van nekem egy támogatóm, aki lök hátulról, Téglás Témának hívják, ő írja meg nekem az étrendemet, és be van állítva pontosan, hogy ekkor és ekkor ennyi lesz a súlyom, szóval így egyáltalán nem nehéz. Főleg így, hogy ugye folyamatosan tartom a diétát. Nem is diétának hívnám, inkább étrendnek. Folyamatosan tartom, így nincs az, hogy kiugrik a súlyom, visszamegy, hanem mikor majd lejövök a Superfight-ról a ringből, akkor vasárnap lesz egy pihi napom, én hétfőn már egyből újra a terembe leszek és ugrálókat elzni fogok. Gondolom azért most még mindig csak a Superfight-ra koncentrálsz, az ottani ellenfeledre. Szerinted mi várható tőled a mérkőzésen, mivel készülsz? Amit el lehet árulni persze. Szerintem nagy durranás lesz ez a mérkőzés. Talán életem top formájában vagyok, eddig úgy érzem. Most tudok igazán legjobban koncentrálni erre a versenyre, mert jelenleg nincsen úgymond más dolgom. Így nagyon jó formát fogok tudni hozni, és nagyon jó kis mérkőzés lesz. Ugye volt egy hosszú kihagyásod, ez nem zavar meg téged? Vagy inkább izgatottság van benned? Az első mérkőzésem volt az, ami nagyon izgatottság volt bennem. Nem is gondoltam volna, hogy önmagamat tudom adni. Mivel Polyák János ellen léptem ringbe, ő egy válogatott srác, nagyon ügyes, 71 kg-ban, Muay Thai szabályrendszerben. Volt bennem izgulás, de mégis gondoltam, hogy a legtöbbet fogom magamból kihozni. És így is sikerült, egyhangú pontozással győztünk. De utána volt még egy mérkőzésem, Bali Dávid ellen, Thai box szabályrendszerben, ott már sokkal jobban éreztem magam a ringben, sokkal több dolog jött ki, sokkal erősebb voltam mentálisan. Mit vársz magadtól? Milyen stílus képviselsz te? Én szerintem, vagyis amit én látok az edzőmmel, az a holland stílus az, ami engem visz előre. Ezt egy kicsit kifejted, hogy milyen ez a holland stílus? Persze, zárt védekezés és rengeteg kombináció. Nem egyekkel dolgozok, hanem inkább 3-4-5-ös kombinációkkal. Egy kis kezdcsináló, nálad is ezt kérdezem úgymond, hogy miért érdemes kimenni a Superfight Series gálájára, és miért érdemes téged megnézni majd? Azért, mert ez nem az a gála, ahol olyan meccseket csinálnak, hogy egy erősebb és egy gyengébb, és biztos, hogy az erősebb fog győzni. Itt biztos, hogy kiki meccsek vannak. Nem, megnéztem a fight cardot, nem tudom megmondani, hogy ki fog győzni. Mindegyik kiki meccs. És ezért úgy gondolom, hogy jöjjön ki mindenki, aki akar látni egy magas színvonalú gálát. Mik a rövid távú céljaid, így erre az évre nézve? Rövid távú céljaim, ugye jelenleg a Superfight, nem szeretnék tovább gondolni. Aztán majd a Vendetted először a Superfight-ra gondolunk. Lesz egy kicsit hosszabb pihenőm, majd a Vendetta után. Utána szeretnék már augusztusban mérkőzni, de hát így ez nem úgymond csak rajtam múlik.
Szeretnék... Nem kívánság műsor. Igen, igen. Szeretnék novemberben majd az RFA megmérkőzni, ami újra Magyarországra látogat, de ez majd hozzájövő. Akkor megvannak a tervek erre az évre. A jövőt, hosszabb célok? Ugye én mondtam, hogy én holland stílust szeretném képviselni, meg a bunyómon is ez látszik. Én az Enfusionben szeretnék bunyózni egy idő múlva. Ez a hosszabb célom, hogy ott szeretnék egy világbajnoki címet elnyerni. Megyünk is majd ki nyáron a jelenlegi címvédőhöz edzeni, hogy meglássuk, hogy mekkora még a szintkülönbség. Mi kell ahhoz, hogy elérd ezt a fajta célodat? Vagy mennyi idő? Kitartás. Időt nem tudok mondani, mert ugye itt az idő relatív. Szóval lehet, hogy már ebben az évben, de ez picit nagyzolás volt, de inkább jövőben már lehet, hogy el tudom ezt érni, de lehet, hogy majd csak 4-5 év múlva. Türelmesen várjuk és folytatjuk a munkát ugyanígy. Ugye te sem úszod meg, szóval megvolt itt a hétvégén a lánykérés. Mesélj erről egy kicsit. A párommal most fogjuk augusztus 8-án tölteni azt, hogy 5 éve vagyunk együtt. Mi egyébként Bangkokba ismerkedtünk meg, vagyis ott jöttünk össze 2018-08-08-án, az év ma világbajnokságon. Rutinos vagy, a dátum megvan. Igen, ezt meg kellett, velém kellett vésni. És úgy gondoltam, hogy most már eljött az ideje, hogy a párommal még egy szintre emeljük a kapcsolatunkat. Ugye együtt élünk már lassan 3 éve. És ez volt még, ami minket még jobban fel tud lendíteni. Láttam már olyat, hogy a ring után, vagy a ringben, ugye a meccs után kérik meg a lány kezét. Te mégis egy héttel, vagy két héttel, három héttel hamarabb lőtted le ezt. Nem volt a fejedben olyan, hogy majd a gálán? Nem volt olyan. Nem szeretünk úgymond feltűnősködni. Szeretünk pillanatokat megélni ketten a párommal. Úgy volt, hogy majd mi vendette után megyünk nyaralni egy hétre. Úgy volt, hogy ott fogom megkérni, de éreztem, hogy sejti, ezáltal próbáltam lapot húzni rá egy váratlant. Nyerni fogsz? Igen. Hát akkor sok sikert kívánok neked. Köszönöm. És mindent bele. Köszönöm. Meglátjuk, mi ott leszünk a gálán, szurkolunk majd neked mindenképpen, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.